Áldás békesség, békesség Istentől. A Nürnbergi Szent Márta Magyar Református Gyülekezet rész nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden testvérünket. Isten igéjével is köszöntelek benneteket. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Kezdő énekünket énekeljük a Magyarországi Református Énekeskönyvből, a 165. számú dicséret első versét. A 165. számú dicséret első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk. És imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy újra összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked a mennybe menetelt csodáját, azt, hogy általa számunkra is utunk nyílt a mennybe. Segíts megértenünk, hogy te továbbra sem hagysz magunkra bennünket, hanem szent lelked által tovább munkálkodsz közöttünk és bennünk. Segíts elfogadnunk hit által, amit szemeink nem láthatnak. Készíts bennünket a szent lélek befogadására, hogy általa ne csak befogadni tudjuk az ígét, hanem meg is tudjuk azt tartani. Add, Urunk, hogy bűneink súlyos terhét le tudjuk tenni keresztednek lábánál, hogy újult erővel tisztán folytathassuk életünket. Légy áldott azért, hogy te sosem hagysz magunkra. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Amen. Thank you.
Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedetei első fejezetének 4-től 11-ig terjedő verseiből. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel és alázatos szívvel. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg előttük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Amen. Kedves testvérek! Az ókorban a gibraltári szoros szikla falára rávésték, hogy non plus ultra, vagyis nincs tovább. Hosszú-hosszú évszázadokon át úgy gondolták, hogy ott van a világ vége. Amikor azonban Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, meg kellett változtatni a feliratot, mert tévedésnek bizonyult. Így hát kijavították. A non plus ultra helyett plus ultra lett aktuális, ami azt jelenti, hogy van tovább. Biztos vagyok abban, de legalábbis el tudom képzelni, hogy nagyon sok ember a Földön gondolt csütörtökön arra az ünnepre, amelyről a mai Isten tiszteleten emlékezünk meg. Nagyon sokan viszont bizonyára nem gondoltak rá. Az egyházi ünnepek közül a legnagyobb csillogás a karácsony váltja ki az emberekben. A húsvét már egy kicsit csendesebb. Pünkösd még úgymond épp, hogy határ esett. De áldozó csütörtökről, vagy a mennybe menetel ünnepéről bizony sokan talán semmit sem tudnak. Pedig nagyon is fontos, hogy tudjunk róla. Áldozó csütörtök, húsvét után a 40. nap pontosan ezt jelenti: plusz ultra, van tovább. Enélkül lezárulna a horizontunk a szemmel látható és kézzel fogható világgal. A mennybe menetel ünnepét nem mellőzhetjük el, hiszen éppen ez az a nap, amely különösen is a mennyre, a láthatatlan, megfoghatatlan világra, Isten üdvösségére irányítja a figyelmünket. Jézus húsvét után 40 nappal
tanítványai szeme láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Földi küldetése végén felment a mennybe, ami arra enged bennünket következtetni, hogy úgymond becsukta maga mögött a mennyország kapuját, és ennyi volt az ő munkája. Pedig egyáltalán nem így van. Az apostoli hitvallásban azt mondjuk, hogy felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Pontosan ez Jézus további feladata, hogy az Atya jobbján üljön, de ott sem tétlenül, hanem onnét segítve, támogatva, irányítva, továbbra is végtelenül szeretve, és főleg szüntelenül esedezve értük az Atyánál. Jézus összeköti számunkra a földet a mennyen. Az, hogy felhő takarta el őt a tanítványok szemei elől, az ismét aggodalommal tölthet el bennünket. Többek között azért, mert mi emberek olyanok vagyunk, sokszor bizony úgy nézünk magunk elé, vagy úgy nézünk a jövőbe, mintha valamiféle felhőn vagy köd fátylon, köd függönyön át tekintenénk a világba. Pont úgy, mint amikor napsütésben elindulunk autót vezetni, és hirtelen köd lesz előttünk, és nem látjuk az előttünk levő utat. Hirtelen eltűnik az út, láthatatlanná válik a folytatás. Egy tanítvány, egy krisztusi tanítvány azonban nem rendülhet meg, hiszen tudja, hogy Jézussal mindig van tovább, hogy aki hittel nyújtja kezét a köd fátyolon át, annak kezét megfogja az Úr a felhőn át. Ez az ő feladata a mennyben, az Atya jobbján. Hitben járunk, nem látásban, mondja a Biblia. Vagy egy másik helyen boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hogyha hittel nézünk a jövőbe, ha hittel tudjuk a szürke hétköznapokat megélni, ha hittel tudunk letenni egy-egy problémát Isten kezébe, az ő keresztjének lábához, akkor, és csak is akkor válik áldozó csütörtök, a mennybe menetel ünnepe, öröm ünnepé, mert ezáltal tudhatjuk, hogy a ködfalon keresztül van valaki, aki megfogja a kezünket. Feszülten nézni az ég felé, ahogy a Biblia írja, csak azt eredményezi, hogy valaki előbb-utóbb tőlünk is megkérdezi, miért álltok itt az ég felé nézve. Sokféleképpen lehet az ég felé nézni.
Például úgy, hogy az ember szeme arra néz ugyan, de a szíve egészen másfelé jár. Ahogy azonban az írás mondja, nem lehet fél szívvel szolgálni a világban. Isten nem szereti az ilyet, se ilyen, se olyan. Úgy is lehet nézni az ég felé, hogy az ember elfelejti benne a földi dolgokat. Szinte már megrögzött hívő, aki nem csak hogy kapaszkodik, de görcsösen kapaszkodik az Úrhoz. Az ilyen tekintet a menny felé azt a felszólítást eredményezi, miért álltok itt az ég felé nézve. Nagyon sokfajta kereszténység létezik. Az ilyet úgy hívják, hogy érzelmi kereszténység. És azt is hozzá kell tenni, hogy mindkettő zsákutca. Az úgynevezett arany középutat kell megtalálni, kérni Istentől, ahol tudjuk azt ésszel, hogy ami megváltunk él, és teljes szívünkből, teljes lelkünkből és erőnkből szeretjük az Urat, mert ez a törvény. Így válhat, és így válik áldozó csütörtök, nem elfelejtett, nem félreértett, és nem ismert, hanem valódi öröm ünnepé, hiszen Jézus felment értünk a mennybe, értünk ment fel a mennybe, ezzel utat nyitva nekünk is hozzá. Ez ennek a mai Isten tiszteletnek az üzenete. Kötfelhő és kötfától mindig lesz az életünkben, de ne felejtsük el a Szentírás szavait. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Adja Isten, hogy mi is hittel és értelemmel tudjuk kimondani, plusz ultra van tovább. Amen. Thank you.
hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked a mennybe menetelt csodájáért. Hálát adunk neked, hogy ezzel nem zártad be magad mögött a világ ajtaját, hanem éppen ellenkezőleg a menny kapuja nyílt meg előttünk. Add, Urunk, hogy megfelelően tudjunk az örökké valóság felé tekinteni, nem elfelejtve ezzel földi feladatainkat, megbízatásainkat, szolgálatainkat. Ne felejtsük el a földi dolgaink útvesztőiben, hogy te még a ködfelhőn át is megfogod a kezünket, sőt, te vagy az, aki előttünk mész. Így kérünk, hogy kezed erejével, gyógyító hatásával és szeretetével erősítsd a betegeket, magányosan élőket, elhagyottakat, kételkedőket, betegségben szenvedőket, a gyógyulás várókat, háború elől menekülőket, gyászolókat. Mindig van tovább, mindig van kiút, és ha hiszünk, ahogy az énekmondó mondja, akkor utunk a mennybe visz. Legyen tiéd mindezért a dicsőség, tisztesség, tisztelet és hálaadás, mind örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten tiszteletünk végén a magyarországi református énekeskönyv 264. számú dicséretének első versét énekeljük. A 264. számú dicséret első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királya. Isten tiszteletünk végén fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Amen.